És akkor itt is vagyunk, mégpedig Puzsér Róbert publicistával. Szervusz, Robi, köszönöm, hogy itt vagy. Köszöntöm a hallgatókat. Miután ez mégis egy lapajánló, ezért először arra kérnélek meg, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy a legfrissebb újságban milyen publicisztikát írtál. Nyilván nem az egészet akarjuk elárulni, csak mégis a témát, és hogy miért azt választottad. Martin McDonaghnek az új filmjéről, a Sziget szellemeiről írtam. Martin McDonagh az egyik legfontosabb kortárs szerző. Korunk drámaíró csoda gyerekeként indult, és hát be is igazolt minden várakozást önmagával kapcsolatban. Nem pusztán arról van szó, hogy Martin McDonagh kivételes képességű drámaíró, akinek a darabjait szerte széjjel Budapesten játsszák, most már évtizedes viszonylatban, hanem arról, hogy Martin McDonagh egy másfél évtizeddel ezelőtt úgy döntött, hogy miért bízza a világbajnok történeteit valakire, hogy az rendezze meg valahogy, ahogyan ő elképzeli, mikor Martin McDonaghnek teljes körű saját víziója és koncepciója van a darabjaival. Úgyhogy fogta magát, és drámaíróból forgatókönyvíró és rendező lett, és valami parádés eredménnyel. Még a darabjainak az ismeretében sem számított senki arra, hogy rendezőnek is ilyen kiválónak bizonyul Martin McDonagh. Az In Bruges című filmje, a Három óriás plakát Ebbing határában című filmjei, ezek klasszikusok már most, és elképesztő mélység, elképesztő komplexitás, a karakterek hihetetlen összetett felépítése, a dialógusok mélysége, intenzitása, a cselekményszövésnek a virtuózitása, ezek mind-mind olyan védjegyei Martin McDonaghnek, amik hát a legnagyobb várakozásokat indokolják. És bizony ezeknek a várakozásoknak nem minden filmjével tud eleget tenni. A Hét pszichopata és a Shih Tzu című filmje az nekem egy válságdarabnak tűnt. És most is azt érzem, hogy minthogyha gödörben lenne, annak ellenére, hogy a Sziget szellemei című filmjét, amiben az In Bruges főhőseit szerepelteti újra, hát hatalmas ováció követi és kíséri Magyarország szerte, szinte az összes nagyobb portál lelkendezik a film láttán. Hát én nem voltam annyira elragadtatva ettől, és persze szó nincsen arról, hogy le kéne írni Martin McDonaghet. Eszem ágában se lenne leírni Martin McDonaghet, de ez a darabja, én úgy gondolom, hogy egy válságnak a terméke, úgy gondolom, hogy ő most valamilyen módon, valamilyen értelemben egy ilyen művészi gödörben van, és ez most egy tulajdonképpen egy alibi darab. Nekem legalábbis ez az érzésem. De mert akkora a lelkendezés ezzel kapcsolatban, úgy gondoltam, hogy írnom kell a Sziget szellemeiről, olyan eltérő az én élményemtől, olyan eltérő a közönség ovációja, meg a kritikusoknak a lelkendezése, a filmnek a fogadtatása nem tükrözi azt, amit én gondolok erről. És általában én akkor szoktam leírni a véleményemet, amikor azt látom, hogy a véleménypiacon az a vélemény sehol semmilyen formában nem jelenik meg. Tehát úgy gondolom, hogy egyfajta űrt tudok betölteni azzal a véleménnyel, amit megfogalmazok. És ez egy ilyen szituáció volt, mivel sehol nem olvastam, hogy hát itt a Martin McDonagh tulajdonképpen egy metaforába ágyazott blöfföt ad át a mozirajongóknak, ezért aztán hát úgy döntöttem, hogy én megírom ezt, úgyhogy ez fog megjelenni ezen a héten. Ez az írás, tehát már elolvasható a legfrissebb Magyar Hangban. De már itt vagy, arról még mindenféleképpen beszélnék veled, hogy te a Magyar Hang indulásától kezdve írsz az újságba. Emlékeim szerint nem is volt talán olyan hét, amikor kimaradt volna a publicisztikád. És mindez azért is érdekes, hiszen neked azért számos csatornád van, ahol ki tudod fejezni magad. YouTube csatornád van, Facebook oldalad, rádióműsorod, máshova, más portálra is írsz, ezt tudjuk.
mégis ezek után is miért érzed fontosnak azt, hogy a Magyar Hangba is hétről hétre megjelenj, és tudom, hogy ez picit egy ilyen önpromónak tűnik, na de hát ez mégiscsak egy lapajánló műsor, tehát talán belefér. Én egy lojális alkat vagyok, ebben a vonatkozásban azt hiszem. Engem a D. Horváth Gábor 2015-ben hívott el a Magyar Nemzethez, az akkori főszerkesztő, hogy jelentessek meg ott publicisztikát hetente. És nagyon-nagyon korrekt együttműködés zajlott köztünk egészen a Magyar Nemzet visszarendezéséig, vagy a Magyar Nemzet visszafoglalásáig. És amikor a Magyar Nemzetet Orbán Viktor visszafoglalta, visszavásárolta, akkor kaptam az ajánlatot a Simicska Árváktól, az Újság Nélkül maradt magyar nemzetesektől, hogy ők Magyar Hang címen folytatnák a nyilvánosságban azt, amit a Magyar Nemzetnél elkezdtek, és hogy én vállalnám-e, hogy a jövőben is írok a labba. És az én számomra a legtermészetesebb volt, hogy erre igent mondjak, tekintettel arra, hogy azt megelőző 3 évben én nekem egyetlen olyan cikkem nem volt, amiben akár csak egyetlen sort is átírtak, módosítottak volna, vagy kivettek volna, vagy cenzúráztak volna, vagy visszadobtak volna, hogy legyek szíves ezt és ezt írjam át benne. Tehát az volt az élményem, hogy a legteljesebb fokú sajtószabadságot élvezem a Magyar Nemzetnél. Ezért úgy gondoltam, hogy ezek mellett, a feltételek mellett fontos, hogy az én írásaim, meg a lap, illetve az ahhoz tartozó média nyilvánosság fennmaradjon. Ezért én akkor úgy döntöttem, hogy úgy tekintek a Magyar Hangra, mint a Magyar Nemzetre, vagy mint a Magyar Nemzet jogutódjára, és úgy folytatom a publicisztikát megjelentetését benne, mintha mi sem történt volna. És hát azóta meg eltelt további 5 év, és ez alatt az 5 év alatt sem tapasztaltam olyasmit, hogy ennél a lapnál engem bármilyen módon korlátoztak volna, akkor sem, amikor éppen az aktuális ellenzéket bíráltam, akkor sem, amikor a hatalmat bíráltam, akkor sem, amikor globális eliteket bíráltam, akkor sem, amikor az éppen aktuálisan zajló folyamatokra az addigi prognózisoktól, vagy az addigi elemzésektől eltérő véleményt alkottam meg. Nem érzékeltem azt, hogy nyomás helyeződött volna rám, hogy mit vár az olvasó, hogy mit vár a szponzor, vagy hogy mit vár a szerkesztőség, mit vár a főszerkesztő. Még egyedül a saját lelkiismeretemnek, meg a saját igazságérzetemnek tartoztam elszámolással. Most a helyzet az, hogy ilyen körülmények között nincs semmi okom arra, vagy nincsen, sőt, úgy kell, hogy fogalmazok, hogy nem is nagyon van lehetőségem arra, hogy ezt ne csináljam. Másról egyébként előfordult az, hogy éreztél nyomást, ahogy fogalmaztál, vagy érezted azt, hogy bárhol korlátozni akartak volna véleményedben? Hát azért ez elég sokszor előfordult a múltban. Hát azért én nem pusztán korlátoztak a véleményemben, hanem elbocsájtottak. Elbocsájtottak a Rádió Cafétól, elbocsájtottak a Pont FM rádióból, elbocsájtottak a Echo TV-ből. Hát azért volt számos olyan műsorom, aminek a nyomán hát nem tartottak igényt a munkámra. Míg nem aztán, hosszú évek során ezt a referenciát, amit én általában a cikkeimmel, általában a megszólalásaimmal képezek, ezt kezdték elvárni, és ezt kezdték kérni, és ezt kezdték keresni, és kvázi megfizetni. És mostanra már eljutottam oda, hogy az, aki engem felkér, leigazol, meghív, beszéltet,
tőlem cikket megrendel, az pontosan tudja, hogy mit vesz. És már nem olyan elvárásokkal kell szembesülnöm, amelyeket nem akarok végrehajtani, vagy nem akarok kielégíteni, hanem olyan elvárásokkal, amelyek már az én személyemhez, a korábbi munkáimhoz, az általam kifejezésre juttatott nyilvános vélemények szabadságfokához igazodnak. Én ekkora, ilyen fokú szabadságot igénylek, és mostanában az elmúlt 5-8 évben nem nagyon tapasztaltam azt, hogy valaki ezt a szabadságfokot ezt úgy visszanyesni vagy korlátozni igyekezett volna. Még egyetlen témát érintenék, és ez egy olyan téma lesz, amivel mi is sokat szembesülünk, hogy nem könnyű elmagyarázni, ez az, hogy a társadalom itthon alapvetően arra szocializálódott, hogy az interneten lényegében minden ingyen van, a hír ingyen van, a videó ingyen van, a tartalom az ingyen van. Viszont az utóbbi években elindult ez a fajta tendencia is, hogy egyre több a fizetős tartalom. Nyilván a Magyar Hang is, ugye a kinyomtatott újság egy olyan termék, amiért az újságosnál fizetni kell, illetve nálunk is a Magyar Hang Plusz mögött jelenik meg most már nagyon sok tartalom, amiért egy bizonyos előfizetői díjat kérünk. De mit gondolsz, ez mennyire vihető át a társadalom, vagy hogyan lehet ezt jól kommunikálni az emberek felé, hogy igen, tehát hogy az, hogy a minőségi tartalmat lehessen előállítani, ez sokszor pénzbe kerül. Hát igen. Ez még rajtam sem ment át teljesen. Én bevallom őszintén, én nem nagyon szeretném, hogyha az én írásaim fizetőfal mögé kerülnének. Mert én ezt az írás dolgot elsősorban nem a pénzért végzem, hanem elsősorban a nyilvánosságért végzem. Én hatni szeretnék. Széles körben hatni. Ha fizetőfal mögé kerülnek az írásaim, az azt jelenti, hogy bizonyos körhöz, ahhoz a körhöz, amelyik nem fizet be a Magyar Hang szerkesztőségébe a bizonyos összeget, hogy ő a teljes a Magyar Hang teljes terjedelmét elolvashassa online, ahhoz nem jutok el, hanem kvázi egy buborékba beszélek bele. És én nem a buborékba akarok bele beszélni. Tehát nekem lényegesen fontosabb a nyilvánosság, mint az ahhoz tartozó pénz. Értem, hogy egyre nehezebben finanszírozzák a maguk költségeit ezek az online platformok. Értem, hogy a NER működése nyomán, meg a reklámpiac szűkössége nyomán nehéz szélzelni ezeket a tartalmakat, vagy nehéz banner szerződéseket kötni, és ilyen módon finanszírozni az online tartalmat. De én még szóval a helyzet az, hogy én az internet hőskorában szocializálódtam, amikor az internet előfizetési díj volt az egyetlen költség, és minden más meg már hozzáférhető volt, meg már elérhető volt. Ez egy nagyon szabad korszak volt, nagyon szabad élmény volt, és én az utolsó, hogy is mondjam, a végsőkig ragaszkodnék ahhoz, hogy a nagy, széles publikum elé kerüljön az, amit írok. Nekem ez alapvető fontosságú. Tehát például a saját YouTube csatornámon is gyakorlatilag minimumra vettem vissza a reklám penetrációt, ami azt jelenti, hogy így, ilyen módon a YouTube nekem a kattintások után kevesebb pénzt oszt vissza, viszont nem nehezítem meg a tartalmak befogadását és elfogyasztását, tehát sokkal nagyobb nyilvánosságot tudok megszólítani, ami nyilván kevesebb pénzzel jár, mint hogyha teleraknám reklámokkal, és mondjuk a videóim előtt, közben, után is reklámok lennének. Én helyzet az, hogy én nekem van ezekkel a cikkekkel, meg ezekkel az írásokkal, amiket általában írok, van egyfajta igényem a társadalom felé. Én ezekkel az írásokhoz tartozó szerzői attitűddel, az írásoknak a tartalmával kulturális, politikai referenciákat akarok képezni,
És ezek a referenciák akkor alakulnak ki, hogyha széles körbe el tudom juttatni, és olyan buborékokba is be tudok velük jutni, amely buborékok amúgy nem olvasnak, tehát folyamatosan szélesíteni tudom azoknak a körét, akik fogékonyak, vagy akik érdeklődnek, vagy akik odafigyelnek, vagy akik elolvassák az írásaimat. És én ennek a szándékomnak pont az ellenkezőjét látom a fizetőfalban, meg a fizetőfalhoz tartozó írásokban. Az egy gazdasági konstrukció. Én természetesen nem határozhatom meg semmilyen orgánum számára, hogy milyen finanszírozási modell keretében üzemel, de magam írásaival kapcsolatban azt szeretném, ha a végsőkig, ha a legvégsőkig a nagy nyilvánosság, a nagy publikum előtt lehetnének. Tehát amikor majd eljön az a pillanat, hogy minden írás fizetőfal mögé kerül, én addig a pillanatig szeretném kint hagyni a nagy nyilvánosság előtt, a széles publikum előtt a saját írásaimat. Hát ha egy mód van rá, az utolsó percig szeretném, ha mindenki számára egy kattintásnyi távolságra lenne az az írás, amit én közlök. Én tudom, hogy ennek megvannak a maga finanszírozási nehézségei, és én tudom, hogy egy ténylegesen ellenzéki heti lapnak milyen súlyos financiális nehézségei és problémái vannak a mai Magyarországon, de az én számomra elsősorban a hatás, a társadalmi közösségi hatása fontos. És én úgy gondolom, hogy addig tudok referenciákat alkotni és képezni, ameddig a széles publikummal van módom kommunikálni. Igen, nem is gondoltam, hogy úgy vezettem fel, hogy ez egy nehéz kérdés, meg egy nehéz téma. Nem is gondoltam, hogy ennyire nehéz lesz, hiszen mi ugye meg pont azért küzdünk, és pont azt próbáljuk tényleg mindenhol átadni az olvasóknak, hogy ahhoz, hogy a Magyar Hang meg tudjon jelenni, ahhoz, hogy az online tartalmak, a videók el tudjanak készülni, ahhoz nyilván, hát ki kell mondani, pénzre van szükségünk, és amit mindig sokszor elmondunk, hogy mögöttünk nincs se politikus, se oligarha, senki, aki csak úgy adna nekünk pénzt, és mondjuk nyilván cserébe azért bele is szólna a tartalomba. Nálunk nincs, ugye csak az olvasóink vannak, akik mondjuk úgy, hogy eltartanak minket. Hát, hogyha úgy vetődik föl a kérdés, hogy inkább a fizetőfal mögé kerüljön az írás, és az olvasók előfizetése finanszírozza a lap működését, vagy inkább a CIA finanszírozza Amerikából a lapnak a működését, akkor én százszor is inkább azt választom, hogy inkább a CIA finanszírozza a tengeren túlról a lapnak a működését, semmint hogy azzal az olvasóval fizettessük meg, amelyik olvasó az első bekezdésen túlmenően is kíváncsi a cikkre. Azt hiszem, ebben a CIA kontra olvasó kérdésben nem fogunk egyetérteni, mi továbbra is kitartunk mellett, hogy azt tartjuk jónak, hogyha az olvasók finanszírozzák a lapot, de hát erről már beszéltünk mi korábban is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk beszélni.